Rengeteg videót követek, főleg közel-keletről, Egyiptom, Szíria, Irak, stb. És egyre több az olyan vallási program, ahol gondolkodókat, sejkeket, papokat összeültetnek, és természetesen egy jól képzett riporter, aki moderálja a beszélgetést, összeveszejti őket, és a hülyék belemennek ebbe. Így a nép látja, hogy óriási megnemértés van vallások között. Hát ez szörnyű. <laughs> és mindenki a saját mondataival tovább torzítja a saját hitbéli életét és meggyőződését, mert elakadnak olyan apróságokban, amit aztán a riporter felnagyít, hogy értékeli egyik Jézust, és a másik hogy látja őt, és összevesznek apróságokon, hogy milyen ruha volt rajta, mi volt a szandája és hasonló Mohamed, meg egyéb, és gyakorlatilag létrejön egy istenkép kép bemocskolás. Tehát gyakorlatilag, hogy azokról, akik hozzánk elhozták a jót, tök mindegy milyen oldalról, legyen az Mózes, Jézus, Mohamed, bárki, Butha, hogy azokról nehogy jól pozitívan gondolkodjunk, hiszen megosztott emberek, róluk megosztó vélemények vannak bazd meg, de egyszer felmerült az a kérdést, hogy látjuk sátánt. Egyszer egy kérdést nem tettek fel azzal kapcsolatban, hogy közösen nézzünk abba az orda arra az oldalra, ahol ő létezik, ahol ő ezt a szart megkeveri körülöttünk, hogy őt lássuk, és összefogjuk a kezeinket, és kinyírjuk őt. Volt már ilyen műsor? Nem. Csak hogy a jót rá, lássuk rossz színben. És ne lássuk azt, aki a felbújtó. Aki a fitna, az ármány, a kísértés, a felbújtás gazdája, aki miatt szenved a világ. Wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.